A Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják, köszöntöm nézőinket. Rövid híreink után a Regionális Minőségbiztosítási Központ tegnapi rendezvényéről szóló tudósításunkat láthatják. Vendégünkkel Szabóné dr. Knipül Katalinnal, a Baranya megyei APEH járulékügyi igazgató helyettesével az ezévi járulékbevallások feldolgozásának tapasztalatairól beszélgetünk. Hírek röviden. A tegnapi kormányülésen tárgyalták az ország 10 éves autópálya fejlesztési programját. A programmal kapcsolatos döntésről holnap informálta volna a Közlekedés, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium képviselője az érintetteket, Pécset. A programokat azonban a minisztérium lemondta. Így elmarad az a fórum a Pécsi Kereskedelmi Központban, amelyen az M6-os fejlesztését kívánták megtárgyalni az autóút mentén elhelyezkedő települések és cégek vezetői. Ugyanígy elmarad a Dutappal kapcsolatos megbeszélés is a Művészetek Házában. A Magyar Energetikai Hivatal és a hazai áramszolgáltatók május 1-től bevezetik a garantált szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás késedelmes teljesítése vagy elmaradása esetén fájdalomdíjként 1000 forintot kap a bejelentő ügyfél. Ettől függetlenül benyújtható kártérítési igény is. Több fogyasztót érintő áramkimaradás esetén az új rendszert csak 2000. január 1-től vezetik be. Vevői elégedettségre alapozott minőségügyi szabályozások. Ez volt a címe annak a rendezvénynek, melyet tegnap tartottak a Pécsi Kereskedelmi Központban. A szakmai előadásokat cégvezetőknek, marketing és minőségügyi szakembereknek ajánlották a szervezők. A fogyasztók sokszor elégedetlenek a szolgáltatókkal, ezért elégedettségi vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy egy adott cég az elvárt minőséggel dolgozzon, figyelembe véve a fogyasztók elvárásait. Átlag ember is érdeklődik az iránt, hogy valaki kíváncsi a véleményére. Közelmúltban tapasztaltam, hogy az magában örömet váltott ki vevőkben, hogy valaki megkérdezte a véleményüket. Ha ez a vevő elégedettségmérés elég széles körben, elég kultúráltan és a szabályozás oldaláról is alaposan jelenik meg, akkor elmondható lesz, hogy Magyarországon mindenki értékelni fogja azt, amit kap, fontos lesz számára, amit kap, és eltérően a mai gyakorlaton, amikor mindig észreveszünk, ha valamiben kiszúrtak velünk, valamivel hátrányosan különböztettek meg minket, érzékelni és értékelni fogjuk azt is, amikor jót kapunk. A szolgáltatói oldalt nézve pedig tapasztalható lesz, hogy a szolgáltatás minősége javulni fog, és a vevők elégedettek lesznek. A rendezvényen olyan vevői elégedettségmérő kérdősort ismertettek, mely alapos kielemzés során a különböző kérdések összehasonlításával lehet a vevő számára fontos elemeket kiemelni. Amikor egy új lépést tesz a minőségügy, és próbál mélyebben többet segíteni, akkor ez új formákat is jelent. Itt most nem tanúsítások fognak megjelenni, hanem elégedett vevők. Az elégedettségi vizsgálat alapja az ISO 9000 minőségügyi szabvány, amely szerint már több szolgáltató tevékenykedik. Építettünk egy minőségbiztosítási rendszert is, amelynek a központjában a vevői elégedettség áll, és ezt valahogy meg is kell tudnunk mérnünk. És ennek a felmérésnek az eredményeit pedig fel kell használnunk ahhoz, hogy továbbfejlesszük kapcsolatainkat a vevőkkel. A dél-dunántúli gázszolgáltató már elvégezte a vevői elégedettségi vizsgálatot. Ezt mindig egy független közvélemény vagy piackutató cég végzi. A főbb szempontok talán az, hogy a többi szolgáltatóhoz képest hol áll a gázszolgáltatás, a vevői kommunikáció kérdése érdekes, még a környezetvédelem is szóba kerül ezeknél a kérdőíveknél. Mint minden felmérés, ez is ilyen mintavételezéses felmérés, tehát azt jelenti, hogy egy bizonyos kört vizsgáltak meg. A mi esetünkben ugye a DD gáz szolgáltatási területe az Fejér, Tolna és Baranya megye, és a bekapcsolt települések eloszlásának függvényében választottak ki megfelelő létszámban embereket, fogyasztókat a felméréshez. Bármilyen furcsa, de a monopol helyzet is indokolja a felmérést, hiszen az energiaszektor átalakulása magával hozza a konkurencia megjelenését. A kisfogyasztók többsége általában elégedetlen a szolgáltatókkal, ami elsősorban a magas áraknak köszönhető. A szolgáltatók remélik, hogy a szolgáltatási színvonal emelkedik, és így egyre jobb lesz az elégedettség.
Az idei év elején a társadalombiztosítás integrációja során létrejött az APEH-nél a járulékigazgatóság. Februártól az APEH megnyitotta az új járulékszámlákat. Az ez évi kötelezettségekről először február 12-éig kellett bevallást benyújtani, a hibás bevallásokkal kapcsolatos első kiértesítéseket pedig a múlt héten postázták. Köszöntöm vendégünket, a stúdióban Szabóné dr. Knipmű Katalint, a Baranya megyei APEH járulékügyi igazgató helyettesét. Éveleje óta mennyi bevallást sikerült feldolgozniuk? Ez idáig 3 alkalommal, február, márciusban és áprilisban kellett a járulékfizetőknek bevallást benyújtaniuk. 2 hónap teljes feldolgozását elvégeztük, a március hónapot folyamatosan dolgozzuk fel. A tegnapi napig közel 38 ezer bevallást dolgoztunk fel. Ezeknek a hány százaléka volt hibás? Az ellenőrző program futtatása után a bevallásoknak közel 1/4 minősült hibásnak. A hibák egy része a járulékfizető közreműködése nélkül javítható, tehát ezt mi megtettük, ezeket a hibajavításokat, és erről minden esetben értesítő levelet küldtünk a járulékfizetőknek. A hibák másik része, amelyek járulékfizetési kötelezettséget érintenek, sajnos nem javíthatók a járulékfizető közreműködése nélkül. Ők tehát olyan értesítő levelet kaptak készhez, amelyben azt kérjük, hogy a levél készhezvételétől számított 3 napon belül jelenjenek meg hibajavításra a járulékigazgatóságon. 1/4, ez nekem kicsit soknak tűnik. Önöknek is? Nem kívánnék most a nagyságrendről összehasonlítást tenni, mert hiszen adóbevallások feldolgozásában volt eddig tapasztalatunk, viszont azoknak a szerkezete, adattartama lényegesen eltér a járulékbevallásoktól. Valószínűsíthető, hogy ez most csak azért ilyen magas ez a szám, mert hogy az emberek egy teljesen új eljárással, új nyomtatvánnyal állnak szemben, és egyéb iránt ez a nyomtatvány jól értelmezhető ugyan, csak hát most újdonság. Vannak bizonyos változtatások, amelyeket a nyomtatványokon végrehajtottunk. A hibák egy része nyilván ezekből adódik. A tipikus hibák között meg kell említenem, hogy mivel a bevallás nyomtatványon nem csak az törzsszámot kell feltüntetni, tehát a járulékazonosítót, hanem emellett kérjük az adószám feltüntetését is. Ennek a kinemtöltéséből, illetve pontatlan kitöltéséből igen nagy számú hiba keletkezett. Tud-e olyat mondani a nézőknek, ami tipikus hiba, amire esetleg érdemes majd a későbbiekben jobban odafigyelni? Összefoglalva azt tudnám mondani, hogy el kellene olvasni a kitöltési útmutatót nagyon pontosan, és a sorok kitöltésénél ennek figyelembevételével kellene eljárni, mert úgy tűnik, hogy a hibáknak a nagy része figyelmetlenségből adódik. Tehát, hogyha valaki az útmutató szerint jár el, akkor nem tud hibázni a kitöltésnél. Mennyire precízek az állampolgárok, megjelennek erre a felszólításra? Tehát, ahogy említettem, a múlt héten postáztuk ezeket a kiértesítő leveleket, több mint 800 kiértesítő levelet küldtünk már ki a járulékfizetőknek, és mivel, ahogy említettem, 3 napos határidőt kértünk betartani a hibajavításra, így most elég nagy számú ügyfélforgalommal kell megküzdenünk. Hova mennek ők, hol kell megjelenniük? Igen, ez is változás a korábbiakhoz képest. Mivel az APEH számítógépes rendszerén dolgoztuk fel a járulékbevallásokat, ezért helyileg kötve vagyunk az APEH épületéhez. Jelenleg az igazgatóságnak a nagy tanástermét rendeztük be ügyfélfogadási célokra, tehát aki járulékbevallás javításra kiértesítő levelet kap, ő neki az APEH igazgatóság Rákóczi úti épületének a nagy tanástermébe kell megjelenni. Nem csak ez az egyetlen változás, hanem a számlaszámmal kapcsolatban is meg kell osztanunk egy információt a nézőkkel. Igen, az ugyan köztudott, hogy a járulékfizetési számlaszámok is megváltoztak februártól, tehát új központi számlákat nyitottunk a járulékok beszedésére. Azonban még ilyen sokan használják a tavalyi MEP által kibocsájtott csekkeket, tehát postai befizetési utalványokat. Ezzel eddig nem is volt olyan jellegű gond, a pénzek odaérkeztek, mármint átfordítottuk a megfelelő számlaszámokra az összegeket, azonban ez az átfordító rendszer hamarosan megszűnik. Én tehát azt szeretném kérni, hogy a járulékfizetők használják az új APEH által kibocsájtott postai befizetési utalványokat, csekkeket, amelyek az ügyfélszolgálatainkon beszerezhetők. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és mindezt elmondta a Pécs TV nézőinek.
A mérleg legközelebbi kiadásával az esti hírórában jelentkezünk. Friss híreink mellett láthatják Tasnádi Péterrel, a Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság elnökével készült riportunkat a megye és a régió közlekedésfejlesztési koncepciójáról. A műsorral kapcsolatos észrevételeiket a képernyőn látható címre írják. Most kérem, tekintsék meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara aktuális információit.